Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Ez a felvétel egy személyes jóslás Emilien részére. Kedves Emilien, üdvözöllek téged, ez a te videód, és itt megtekintjük, hogy mi a tervem, és mire számíthatsz a párkapcsolat területén, először a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kártya ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ő fáradt, kimerült, nincs ereje, holott szeretne egy új kezdetet, amire a 10-es szám utal. Ami hiányzik nála, az a könnyűség és a kommunikáció. A háttérben még ott vannak a félelmek, fél azt kimondani, amit mondani szeretne, amire most szüksége lenne, az a belső hite és ereje, hogy föl tudjon állni, és megpróbálni ezt az új kezdetet. A következő kártya azt mutatja, hogy mi a terve. Ezen a képen látható a fő papnő, és őrzi a sorsok könyvét. Ezt a könyvet úgy nevezzük, hogy Akasakrónik. Ez ugyanaz, hogy a sorsunk a csillagokban meg van írva. Tehát ez azt jelenti, hogy ő bízik a sorsban, és bízik abban, hogy felülről az isteni hatalomtól meg lesz a segítség, és lesz változás, neki nem kell döntéseket hozni. Majd úgy minden rendeződik magától. És most megtekintjük azt, hogy mi áll nála a középpontban. Ezen a képen látunk egy szorgalmas férfit, és az azt jelenti, hogy a munkája áll most a középpontban. Nagyon szorgalmas, nagyon sokat dolgozik, de mint ahogy az első kártya mutatta, ő nagyon fáradt és nagyon kimerült, nincs ereje a munkához, de ezt ő nem mondaná ki, hanem tovább csinálja és csinálja, belemerül a munkájába. Amit elfelejt, az a szabad idő, pedig pihenésre lenne szüksége. A következő kártya azt mutatja, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ez utal anyagi dolgokra. Egy kapcsolat, ahol a pénz vagy a vagyoni dolgok állnak a középpontban. De minden olyan bizonytalan egy lábon áll, tehát ez nem a biztonság érzését nyújtja, hanem így vacakol, tegyem vagy ne tegyem. Azon kívül utalhat a munkahelyére is, és itt is arról van szó, belefektesse az erejét a munkájába, vagy legyen egy kis szabad idő. Mindenki akar tőle valamit, és ő nem tud nemet mondani. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen változások lesznek nála. A nyár folyamán változik valami. Ő egy új irányba tekint, kezébe veszi a dolgokat, bizonyos helyzeteket maga után hagy, és te ott vagy mellette. A második bót ott bal oldalon szimbolizál téged, és ez a párkapcsolat, holott ő nem mer téged megérinteni. Ami a múltját illeti, azt mutatja a harmadik bót, de ott hátat fordít, tehát lezárja a múltat, vagy ezeket a kapcsolatokat a múltból, lesz egy új irány, egy új lehetőség. És most megtekintjük azt,
hogy figyel rád. Ezen a képen látható egy király. És ez a király uralkodik a föld eleme felett. Ezt elvárja tőled, vagy ezt szeretné nyújtani. És a föld eleménél reális dolgokról van szó. Tehát nem csak álmodozásokról, hanem ő szeretné a terveket megvalósítani. Mivel így tekint rád, az előfordulhat, hogy ő azt szeretné, hogy te mondd ezt ki, hogy ez a párkapcsolat ne csak egy ilyen platonikus szerelem legyen, hanem reálisan éljétek ezt át. Amit ez a király még mutat, az az arany érem, és itt értékekről van szó. Nem csak anyagiakról, hanem belső értékekről is. Te értékes vagy számára. Most megtekintjük azt, hogy van-e valaki a háttérben, aki neki fontos, vagy befolyásolja őt. Itt van valaki a háttérben, aki kihat rá. Itt nem szerelemről van szó, hanem anyagiakról vagy értékekről. Mint ahogy a képen ez a kislány mutatja, a kezében van egy érem, és ő úgy gondolja, ezt meg kellene tartani, mert fél attól, hogy ezt elveszíti. Lehet az ő tartása, vagy lehet ez a másik személy, hogy így gondolja, hogy nem akarják ezt a közös tulajdont elveszíteni. Viszont, amit ez a kártya mutat, ez nem lenne veszteség, hanem ezt el kellene engedni és észrevenni az igazi értékeket a háttérben, ami ott van ezen a szent képen, a másik négy érem. Önneki itt másképp kellene látni a dolgokat. És most megtekintjük azt, hogy hogy viszonyul ő ehhez a személyhez. A négyes szám itt arra utal, hogy mennyire fontos számára a biztonság, az anyagi biztonság, de a biztonság érzése a párkapcsolat területén is. De ez a kötöttség őt fogva tartja, erre utal ez a négy bot ott a háttérben. Ebből kellene kilépni, ettől megszabadulni, ahogy az előtérben ez a két hölgy mutatja. A kártyáknak van szimbolikus jelentése, ez számára a könnyűséget jelenteni, vagy ezt a vidámságot, a felszabadulásnak az érzését. Nem csak a hölgyek utalnak erre, hanem a két fehér galamb is. És akkor végre fellélegezhet, és szabadnak érzi magát. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható az uralkodó nő. A nőies energia, a Vénusz bolygó szimbóluma, ami utal a nőiességre, a párkapcsolatra, a szerelemre, azon kívül ez az uralkodó nő mutatja a mi természetünket, a föld istennőjét, Demetert, ami a szűz jegyével áll összefüggésben, a termékenységet, és azt is, hogy itt valami kibontakozik, itt születik valami új. Amire ügyelned kell, azt mutatja a fehér galamb a gondolataid felett. Tisztázd a gondolataidat. Higgy abban, hogy itt lesz közeledés, lesz egy új kezdet, egy termékeny talaj, és itt kivirágzik valami, és bízz abban, hogy az ő számára te vagy ez az uralkodó nő. És nem szabad elfelejteni, itt látható a Vénusz bolygó szimbóluma, tehát itt szerelemről lesz szó.
Most megtekintjük azt, hogy mit tudsz te annak érdekébe tenni, hogy javuljon a helyzet. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, tehát érzelmekről van szó. Mutass hátat valaminek, és mi az, amitől el kellene búcsúzni, ez a könnyeknek a mezeje. Ez nem a jelenlegi helyzetedre szól, hanem a múltadra. Zárd le a múltad, mint azt, ami téged elszomorít. És lesz egy új kezdet. Itt vezet a hold energiája, és az utal a vágyakra, a reményekre, az álmokra. Bíz abban, hogy egy álom megvalósulhat. És a következő kártya mutatja a jövőt. Ez a lovas férfi utal a tűz elemére. A tűz eleme mindig aktív, bátor, és ezt kimutatja. Ő tesz lépéseket irányodba, mutatja a szenvedélyeket is, de nem meri ezt nyíltan kimutatni. Nem játszik nyitott kártyákkal. Ez a kép arra is utalhat, hogy lesz egy meglepetés, és te megismerkedsz valakivel, ezt ő érezni fogja, szerintem féltékeny lesz, és ez után bátrabban közeledik hozzád, mert nem akar elveszíteni téged. És most megtekintjük az asztrológiát. Abban a pillanatban, ahol és amikor te megszülettél, a bak jegye kelt fel a keleti határon, ez a te aszcendentusod az indiai számítás szerint. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre és a személyiségedre is. A bak jegye segít abban, hogy elérd a céljaidat, és hogy mások téged komolyan vegyenek. A fiatal években ez nem túl könnyű, de a második életszakaszban segít a bak jegye abban, hogy megkapd az elismerést az életben. A te horoszkópodban itt, az első életházban van Merkur bolygó. Mivel Merkur bolygó uralkodik a gyermekkor és az ifjúság felett, megvan ez a fiatalos kisugárzásod, és a bak jegye segít abban, hogy elismerést kapj másoktól. Az ő horoszkópiában a felfele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó szintén a bak jegyében van. Itt van köztetek egy ilyen kapcsolat, a te személyiséged, a te fellépésed, és az ő kármikus témája itt hasonló. Ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ez egy kármikus csomó, és mutat egy kiutat, egy új irányt, egy új életterületet, amit ő nem ismer. De neki szüksége van erre, mert ezért választotta ki a lelke ezt a kármikus csomót és a bak jegyét. Te tükrözöl számára valamit, és tőled tanul. Ez évben itt mozog a sors bolygója Szaturnusz. Amikor Szaturnusz kihat az életünkre, ott mindig vannak sorsdöntő változások. Ez a Szaturnusz mozgás eléri az aszcendentusodat, eléri Merkur bolygót is ez évben. Itt lesznek sorsdöntő változások, az kihat a külsődre, kihat a személyiségedre és a környezetedre is. Nála is lesz változás,
mert Szaturnusz bolygó eléri nála a kármikus csomót, és Rahunál egy új irány van, új lehetőségek. Nem csak Szaturnusz bolygó mozog az indiai számítás szerint a Bak jegyében, hanem Plútó bolygó is. Plútó bolygó arra utal, hogy valamit le kell zárni a múltból, és hinni a belső erőben. Azon kívül Jupiter bolygó 6, ez év májusáig itt mozog a Bak jegyében, akkor elbúcsúzik a Bak jegyétől, de október és november hónapban Jupiter bolygó visszatér újra a Bak jegyébe. Jupiter bolygó az a szerencse bolygója, itt lesznek lehetőségek. Az ő horoszkópiában a nap és Jupiter bolygó a bika jegyében van. A te horoszkópodban a lefele mozgó hold csomó, ez a kármikus csomó, szintén a bika jegyében van. Itt is van köztetek egy kapcsolat. Ez a lefele mozgó holdcsomó kétú a múltra utal. Itt vannak az emlékek. Mint az, amit átéltél a korábbi életedben. Itt kiismered magadat. A felfele mozgó holdcsomó Ráhú mozog, és itt található ez évben és jövő év elején a bika jegyében. Az azt jelenti, egy éven keresztül van ez a hatás Ráhútól, ettől a felfele mozgó holdcsomótól, ami szintén egy kármikus csomó, de nem a múltra utal, hanem a jövőre. Egy életútra, kapcsolatokra, egy életterületre, amit nem ismersz. Ez kihat az ő napjára, kihat az ő Jupiter bolygójára. Itt lehetnek Jupiter bolygónál lehetőségek, de előfordulhat egy bírósági ügy is, és nálad vannak ezek a kármikus témák, jönnek az emlékek, te ettől szeretnél felszabadulni. A te horoszkópodban Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó, egy kármikus csomó, amit a te lelked kiválasztott, egy életterület, amit nem ismersz, az a Szkorpión jegyében van. Nem csak Ráhú található nálad a Szkorpión jegyében, hanem Szaturnusz bolygó is, a sorsok bolygója. Azon kívül Szaturnusz bolygó őrzi a titkokat, a kármikus témákat is, néha megleckésztet bennünket. A te horoszkópodban Ráhú és Szaturnusz bolygó, a Szkorpión jegye a 11-es életházban van. Ez utal a baráti körre, de ez az életház mutatja a reményeket is. Tehát amiben te hiszel, amiről álmodozol, az kell, hogy megvalósuljon. Ez nálad egy új életterület, és pontosan ezt kell megtanulnod ebben hinni. Ez évben, és még jövő év elején is, pontosabban 2022 márciusáig itt mozog a Szkorpión jegyében a lefele mozgó holdcsomó kétú, szintén egy kármikus csomó, de a múltat szimbolizálja. Ez évben, jövő év elején itt vannak kármikus témák. A nap szimbolizálja a ti éneteket.
Ha az életedet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja, hogy itt te játszod a főszerepet. Az indiai számítás szerint a te napod a vízöntő jegyében van, ez a levegő eleméhez tartozik, ez utal arra, hogy fontos számodra a szabadság érzete, vannak jó ötleteid, intelligens vagy, és egy különleges személyiség. Az ő horoszkópjában a nap a bika jegyében van, ez a föld eleméhez tartozik, tehát nála az anyagi dolgok is fontosak, ő élvezni akarja az életet, a párkapcsolatban hajlamos arra, hogy féltékeny legyen. Itt van különbség nálatok. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te horoszkópodban a hold a rák jegyében van, te röviddel egy teli hold előtt születtél. Az ő horoszkópjában a hold a halak jegyében van. Mindkettő a víz eleméhez tartozik, ami az érzelmeket szimbolizálja, ez egy hangban van a hold energiájával, ez mindkettőtöknél nagyon fontos. Lehet, hogy néha érzékenyen reagáltok, de itt mély érzelmekről van szó, és egy hangban vagytok. Vénusz bolygó az utal a harmóniára, a szépségre, a művészetekre, nálunk hölgyeknél a horoszkópban mutatja a mi nőiességünket. Férfiaknál Vénusz bolygó jelenti a jó ízlést, a művészeteket, de azt is, hogy mit vár el a párkapcsolatban a társ nőjétől. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a halak jegyében van, itt Vénusz bolygó jól érzi magát, ki tud bontakozni, ez utal nálad mély érzelmekre, és arra is, hogy te nagyon kreatív vagy, és olyan álmodozó hölgy, és nagyon jól tudsz alkalmazkodni a környezetedhez. Itt is van kapcsolat köztetek, mert a te Vénusz bolygód a halak jegyében, és az ő holdja szintén a halak jegyében van, így egy hangban vagytok, ami a lelki dolgokra utal. Az ő Vénusz bolygója a kos jegyében van, itt megvan a közeledés köztetek, mert a halak jegye, ahol a te Vénusz bolygód van, és a kos jegye, ahol az ő Vénusz bolygója van, ezek szomszédok. És így hat. Megvan ez a közelség és a bizalom, mint jó szomszédoknál. Mars bolygó az mutatja az erőnket. Ez nálunk is van hölgyeknél, és szükségünk van erre a Mars energiájára, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben, vagy védeni magunkat. De nálunk hölgyeknél a Mars bolygó mutatja a lelki társunkat is, a férfit. A férfiaknál utal az erőre és a férfiasságra. A te horoszkópodban Mars bolygó a nyilas jegyében van, itt mindig van mozgás, de kellenek célok is. A Mars bolygód a horoszkópodban, a Mula holdházban található, ami annyit jelent, hogy kell számodra egy alap az életben, amire te építhetsz. Az ő horoszkópjában Mars bolygó az ikrek jegyében van, a levegő eleméhez tartozik, számára, mint férfinek szüksége van a levegő elemére, a szabadság érzetére, erre a könnyűségre. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a Mruga holdházban található, ez Orion csillagkép hatása alatt áll,
és Orion nem más, mint az égi vadász. Az nem jelenti azt, hogy nők után vadászik, hanem keresi folyton a helyét az életben, de úgy érzi, hogy soha nem ér oda, nem találja meg. A kettőtök Mars bolygója szemben áll, itt tükröződik kettőtök között valami. Kedves Emilien, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!